Azt érzed, hogy ilyen you had one job, és hogy az se. Igen, igen, igen. Azt mondom, hogy you had one job, ezért legyen valami jó vadászgépes De nyeletek, és drága látsz barátom, vadászgépeket, de ez egy olyan, mint ilyen drága, stock szerintem felvételek lennének. egy kicsit így lassuljunk le, mert a szíved már ezt nem fogja bírni. Még el sem jutottunk a Spielberg filmig, és te már Jó, üvöltesz. jó, jó. Kezdek aggódni is. Üdvözlőjük a kedves hallgatókat! Újra itt vagyunk, Danival és Anitával, és szokásos módon folytatjuk az Oscarra készülést, és ezen a héten két filmmel foglalkoztunk, a Top Gunnal és a The Fablemans-zel, ami magyarul, van valami A magyar címe? Fabelman család. A Fabelman család. Magyarul is nehézkes. De szerintem Hát, angolul is. igen, angolul is esetlen a cím, meg magyarul is. De Eleme nagyon beszédes. ellenben nagyon beszédes, igen. De mindegy, de először beszéljünk a Top Gunról. Tehát még mielőtt megnéztük volna az újat, megnéztük a régit is, mert ugye kiskoromban én láttam azért a régi Top Gun, de hogy én egy nem annyira emlékeztem, vagy hát úgy meg... Ez szerintem tipikusan egy olyan film, ami többször ment a tévében, és akkor így reklámok közt este, miközben fürödni mentem anya hajkurászot, hogy menjek már fogat, most így láttam belőle részeket. Hát igen, részeket. Hát én láttam biztos az egészet, de hogy ugye így megvannak ilyen képsorok, hogy ilyen napszemüveges Tom Cruise, meg motorozik, meg meg a barátja zongorázik, meg ilyenek. Mondom, hogy nem áll össze a fejembe, hogy itt igazából miről is van szó, csak így nagyjából. És megnéztük, és én teljesen ledöbbentem azon, hogy a régi az milyen ótvar. Tehát, hogy most teljesen Nem, szó, én nem ezen ez döbbentem egy meg. erős indítás, Mert a régi nem nyert Oscart, jelölve se volt nagyon a legjobb filmre, nem? Szóval jó, de igazából... kultfilm, De mint jó, nem? kultfilm, de ez az, de mi az Istentől kultfilm? Tehát, hogy én azt nem értem... Vadászgépek. Vadászgép. Jó, ezt fogad, de pont az a durva, hogy amikor néztük, akkor azt becsetáltam Ajtának, hogy bennem is van egy kicsi ilyen háború romanticizálás, ilyen háborús romantika, tehát hogy engem foglalkoztatnak például ágyuk, tankok, titkos ügynökök, de hogy a vadászgépek, az valahogy úgy nem, a vadászgépek az nekem így olyan, mint a sárkányok a Na pont fent. ez az. De szerintem, és pont ezért ez nem is a háború itt a téma. Vagy nekem abszolút nem az az érzés, amikor tovább nézek, hogy Nem. ez egy háborús film, vagy úgy bármennyire is háború akar mondani valamit. Hát, Ez szerintem egy irdatlan nagy pozőrködés az egész film. Igen. Hát de ne, szerintem, pontosan. szerintem egy izé, ez pont, hogy egy izé, ez egy toborzó film. Na, hát én nem Hát értem. De mondjuk abban igaza van a Mártonnak, hogy emlékeztet elég erősen arra, mint itt Norvégiában, itt ugye van sorkatonaság, de hogy próbálják egy kicsit ilyen elitté tenni ezt a sorkatonaságot, szóval egyrészt nem is mindenkit hívnak be, másrészt ugye az van, hogy itt fiúk is, lányok is menjenek, és megpróbálják a legjobb, tehát hogy megpróbálják a fiatalok krémjét kiválasztani arra, hogy menjenek ugye sorkatonának. És hogy ehhez szoktak így gyártani ugye ilyen promófilmeket, hogy mennyi minden lehetőség vár rád ugye a katonaságnál, és hogy igazából választhatsz magadnak akár szakterületet is, és lehetsz repülőn, vagy lehetsz az ugye, mi ez az orvosi táborba, lehetsz hajóirányító, mit tudom én, és hogy igen, a Top Gun-nak is volt egy kicsit ilyen hát Top Gun az egy ilyen nagyon, túlnyújtott igen. promó. Hát most így, Igen. na lásd, milyen jó karrierénk vannak a Jó. haditengerészetre. Lehet itt lőni, Lehet csajó, igen, lehet lehet itt sütni, lehet csajozni, motorozni, repülni. Motorozni, ez egy életérzés, ezt meg kell bennetek, hogyha... És ugye az adja még a, szerintem ennek a hát nem is tudom, még az ilyen extra juice bele, hogy ugyebár, most nem tudom, te mikor láttad a Top Gun-t, a régit? A régit? Uh-huh. Szerintem 10 éve. Jó, és meg tudod mondani, hogy mi történik a végén? Mert hogy Hát megvan a ugye film vége? hát az a két ellenfél az végül összefog és együtt legyőzik az ellenséget, nem? De ki az Hát ugye ellenség? Mi történik? Mi a szituáció? hát Most megtámadják őket felegyítettem. a küldetésen, nem? Hát kicsit hasonlóan, mint ebben, nem? De mi a küldetés? Azt nem tudom. Na ez az. Tehát, hogy
hogy én is, nekem is ez volt a fejemben, hogy jó, tudom, hogy gyakorol, majd a film gerince az, hogy izé, hogy betanulnak, és aztán elmennek a küldetésre. De mi a jó ég a küldetés? De ez most se derült ki, és szerintem most is de én tudatos kiderül, hát homályban most volt. figyeltem, és most az van, elvileg, hogy valami hadihajó az izé, az lefulladt ott valami ellenséges területen, és ugye ki kell repülniük megvédeni. De De nem tudjuk, hogy ki az ellenség, vagy ott tudjuk. Azt nem tudjuk, hogy ki az ellenség. Az így se, ez egy következetes tabu volt. De ez az, hogy ez mennyire izé, hogy az ellenséget meg sem nevezzük. Az ellenség az a totál arctalanság. És az izé, érted, az ellenséges pilóták, az mindig az a full fekete. És Igen. pont ezt mondtam, hogy izé, ugyanaz, mint a csillagháborúja, ugye az összes lázadónak van arca, a egyik birodalminak sincs arca. Na jó, de ez tehát, még mindig azért van, hogy az összes lázadóval érez együtt, és ne az összes többi ellenséggel, és így aztán az ellenség az lehet éppen az, akit éppen a korszelleme szerint bele szeretném magyarázni. De ezt de szerinted azért, mert mit tudom, nem akartak elveszteni egy kínai piacot, vagy oroszt? Vagy, szóval nem tudom, egy James Bond film az bevállalja, hogy Oroszország ellen mennek. Vagy érted? Hát jó, de Másik háborús azért film az, hogy Irakba vagy Afganisztánba. Nem sok Igen, James Bond szerintem. film vállalta egyébként be, tehát hogy azért ugye van, hát ilyen 3-4 max, ami ráhúzza az oroszokra a bizonyos lepedőt, de általában mindig ilyen magánvállalkozók, meg ugye ott a James Bond az főleg arra épül, hogy van ez a Spectre szervezet, és annak a különböző tagjai próbálnak meg a tizét, így a világ Ja, elpusztítását, ugye, és ennek a feje a Stavros. Jó, de hogy akkor, de ennek ez lehet az oka, nem? Hogy tehát azt Nem, értem, hogy ha nem Stavros, Kína ellen küzdenek, akkor a kínaiak nem jó szájízzel néznék, ergo azt inkább nem játsszák be. Mert Kínában is el kell adni a de filmet. ez az, hogy szerintem ez csak arról szól, hogy igazából tök mindegy, hogy ki az ellenség, mert mi, De... ez csak rólunk szól. Ez az, hogy izé, hogy ki az, aki éppen ránk támad, minden, mi vagyunk az amerikaiak. Tehát, hogy ez ilyen abszolút ilyen faszozás. Na, és szerintem ez a lényeg egyébként, szerintem ez nem háborús film, szerintem ez egy jó promónak is mondhatjuk, ez de egy szerintem ez tomor. Egy Amerika promó, és Az ezen jó, gondolkodtam, ez hogy is jó. Tom Cruise nekem, így az, aki egyszerűen megtestesíti Amerikát, ez a vigyori menő arc, aki egy sorosokkal néha megnevettet, néha vagánykodik, de Ez is jó. mindig laza. Ez tetszik, hogy Amerika promó, ez jó, de most amúgy azt, hogy megnevetted, én azt figyeltem meg, hogy ugye, hogy is van, 86-os az eredeti, és hogy ezek a jellegű poénok, amik vannak benne, meg abban a dialógusok, meg mindenféle interakció, azt szerintem ma már annyira, nem tudom, tehát, hogy... Megmaradt ez a 86-os szinten, és ma már teljesen elavult Igen, szerintem. tehát hogy érted, így nézem, és ami ilyen nevet, nagyon viccesnek szánnak, azon így elmosolyodok, de nem azért, mert vicces, hanem, hogy te atya égbe azon, és mi ezen Igen, nevetünk igen, végig. igen, igen, igen. Vagy valakik ezen, és olyan fura, hogy ez tényleg ez egy az egyben, ez így kikopott. És sok ilyen film van egyébként. Most de ez nem fura, hanem jó. De hát ugyanezt éreztük a szerelmes Shakespeare. A szerelmes, igen. Ezt a nyelvtörőt, ezt a filmet, már másodjára nem tudom kimondani. Szerelmes Shakespeare. Szerelmes Shakespeare. Igen, szerelmes Shakespeare-nél is ugyanez volt egyébként. Igen, de hogy de azért nem mondhatjuk, hogy kifejezetten időtálló ez a fajta humor. De mondjuk, ha megnézed, azért nem tudom, a még régebbi filmekben se az feltétlenül, szóval... Jó, de mondjuk, érted, azt mondom, mondjuk egy évvel később a Shakespeare-nél jött a Matrix, és mondjuk a Matrix szerintem, hogy az, ami van benne, az a kis jó, humor, az szerintem az például még a mai napig működik, tehát ilyen, meg ilyen, ezért, ez így meg is maradtak így örökkévalóságnak az ilyen poénak, tudod, hogy ezért, hogy Neo, ezért, balra, másik balra, ugye jobbra, meg mit tudom, vannak ilyen, ezért, ilyen kis ügyetlenkedések, ilyen kis aranyos humorok, és ezért, és az így megvan, de hogy a Top Gun-ban ami van, az így a mai nap. Az kellemetlen, igen. Az ilyen. Tudod, hogy az újba miért is behozták ezt a újat? kellemetlent. Igen, miért tegyük az újat? Na, de várjál. Mire várjál? Hát még csak akarok még valami. Még elkézni akarod a régit egy hát kicsit? Még elkézni akarom a régit, én a legfontosabb dologba akarok belekötni. Na. Ebbe az egész vadászgép dologba. Na, jó van már. És jó van már. De, hogy az aviátort, azt láttátok? Igen. Na,
az megvan, hogy emlékeztek meg az Aviátorhoz, az hogyan kezdődik, hogy ugye ez a DiCaprio karakter, ez a, hogy is hívják, ez a Hughes. Howard Hughes. Howard Hughes, igen. Tehát, hogy ugye csinálja ezt a filmét a vadászpilótákról, ugye ez egy első világháborús... Igen, a Hell's Angels. A Hell's Angels. És ugye azért nem haladott egy nagyon sok ideig ott a forgatás, mert ugye azt mondja, hogy basszus, tiszta az ég. És akkor most így hiába repkedtek ott, nekem ott nincs egyszerűen referencia pontom, nem kapom meg a sebességérzetet. És amúgy ezzel kapcsolatban még annyit hozzátennék, hogy ugye ez az Aviátor ezt úgy adja el, mintha ez itt a Hughes-nak a nagy találmánya lenne, de egyébként ugye amit megnéztünk a Wings-et, ami már 27-es, tehát hogy az régebbi, már ott is erre figyeltek, tehát hogy amikor repülnek a repülők, akkor ott vannak a felhők is, és látjuk, és ad egy sebességérzetet, és tény, működik. Tehát, hogy nem az Aviátor találta ezt ki, hanem már ez már létezett akkor is. Ellenben úgy látszik, hogy a Top Gun idejében már ez feledésbe merült, vagy nem létezik. Tehát, hogy ugye a vágóképek a vadászgépekről, azok szerintem annyira izék, annyira semmit mondóak, nincsen, pláne a végén. Van egy végtelen tenger, és egy kék ég. És annyit látsz, hogy és ilyen, ugye ilyen 4 millisekundumos snittek vannak, ugye semmit nem tudsz kivenni az egészből, nem látod, mi történik, és hogy alap, tehát hogy én ezen vagyok ki az ilyen autós filmeken is, például amikor néztem most a Fast and Furious 1-et, pár éve újra néztem, hogy ott is ugye az lenne, hogy az autó, de tök minden, nem kell a sztori, de az autó, ugye, a száguldás. És az van ott is, hogy azt nézed, hogy gyakorlatilag a legtöbb jelenetnél lehetne egy álló autó is, csak megrángatják egy kicsit a kamerát, és aztán úgyis odavágnak a Paul Walker arcára, ahogy éppen nézi a kilométer órát, vagy a Vin Diesel arcát, tehát hogy nem csinálják meg normálisan ami a lényeg lenne ennek a filmnek, az, hogy vadászgépekkel mindenféle akciózás van. Tehát, hogy ez a régiből, ez szerintem abszolút hiányzik. Úgy érzed, hogy you have one job, azt érzem... De azt érzed, hogy ilyen you had one job, és hogy az se... Igen, azt mondom, hogy you had one job, ezért legyen valami jó vadászgépes jelenet, és látsz vadászgépeket, de ez egy olyan, mint ilyen stock felvételek lennének. Egy kicsit így lassuljunk le, mert a szíved már ezt nem fogja bírni. Még el sem jutottunk a Spielberg filmig, és de hogy jó, de az elsőnél még nem biztos, hogy egy ilyen letisztult koncepció volt ez, hogy na jó, ez a film szóljon a vadászgépekről, bár gyanítom, hogy azért de, valószínűleg ez volt a gondolatmenet ott is. A kettőnél azért szerintem tényleg ez, és szerintem ott jó is. Na, jó, oké, hát akkor... Igen. A kettőre kifejezetten sokat fejlődött a képi világ, hát és a technológiai megoldása ezeknek a repülős jeleneteknek. És hogyha valamire mondjuk érdemelne egy Oscart, akkor az maximum a kaszkadőri munka, meg ugye ezek a vágások, meg ilyenek... Igen. Ilyenek lennének. Na, állj, tehát hogy azért a legjobb vágásban például ott van a jó, minden, mindenhol. Igen. Nehéz nyerni itt, igen. A filmen belül, ha valamire ebben a filmen belül érdemelne valamiféle dicséretet, vagy nem tudom. Hát, nem hát, a többihez viszonyítva, hanem saját magam belül. Uh-huh. Jó, oké, értem, tehát, de szerintem ne szaladjunk ennyire erről, mert én most csak annyit akartam mondani. Nem dőlöngeni akarok, de azt hiszem, hogy Top Gun 1-ből azért úgy nagyjából kidőlöngtem magam. Uh-huh. Bár még ez az egész, az a barátsága és a két fő karakternek, az is annyira gyenge lábakon állt, hogy... Há, persze, de az egy ilyen kalandfilm, tudod, ilyen limonádé. Jó, igen, tényleg lehet, hogy feleslegesen kattól kezdve. De az a lényeg, hogy aztán, igen, beraktuk a kettőt, és jobb, nekem jobban csúszott az új Top Gun, mint a régi. És pont ez az egyik, amit most az előbb mondtam, hogy ez a vadászgépezés, ez most végre meg volt csinálva. Mert most ez már lehet, hogy a technológia már adott volt hozzá, meg lehet, hogy kicsit jobban átgondolták, és tényleg láttam legalább, hogy mi történik, meg volt a fejemben nagyjából, hogy ki hol van, melyik térfélen, és ugye volt egy sebességviszonyítási alap. Igen. Ugye föld felett repülnek ott a fák között majdnem, hogy
meg Igen. minden, és adott egy izét. Ott már volt valami feeling ennek az egésznek, hogy nagyjából milyen lehet, meg milyen adrenalin, meg ugye direkt játszanak azzal a térbe, hogy Meg alábukás. hogy gyakorlatilag egy pályára szűkítették a világot, az is szerintem nagy húzás, hogy ezt így mi is értjük, hogy mi a probléma, mi a kihívás, hol Hát lehet ezt már elcsesztük. 76 óta értjük, vagy 77 óta, hogy a csillagok háborúja egy óta ezt már nagyon jól ismerjük, ezt a koncepciót, átmenni egy izén, egy szűk szoroson, Amúgy ahol tényleg az nagyon, nagyon ismerős volt, hogy el kell találni egy picit célpontot, még inkább egy szóról-szóra ezt is mondták. Hát Igen. el kell találni egy picit célpontot, ja. Be kell Tehát, lőni, igen. És aztán a Már vége. aztán meg is szólaltam, hogy, hát jó, nem sokkal nagyobb, mint egy bucka patkány. És aztán a végén ugye megmenti a hőseinket az, aki ott se volt a küldetésen, és a nagyszájú. De igen. Jó, a sztori az iszonyatosan kiszámítható. Jó, hát ezt, jó. Hát ne, ne, na, 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 de amúgy nem, bennem egy kicsit voltam, hogy hát, ha behúzzák, hogy meghal a Tom Cruise a küldetésen. Hát, ez... ha. Már ott, tudom, nem. Felmerült, hogy ez ott az egész, lebegtették. már tudom, felmerült, hogy ez az egész film tulajdonképpen egy ilyen, nem is tudom, mint mondtál, epilógus, vagy egy ilyen visszatekintés, vagy lezárás Tom Cruise Tom Cruise munkásságának? munkásságának, igen. Ja, és hogy milyen igen. szép lett volna, hogyha esetleg a végén meghal, de hát nem halt meg, úgyhogy Ahhoz van itt még Tom még... Cruise-nak is lesz egy-két szó. Igen, szóval azért van itt még lehetőség egy Top Gun 3-ra például. Amit én nem értek, az, hogy több dolgot nem értek ezzel kapcsolatban, de az egyik az, hogy a Jennifer Connelly-t meg a Miles Teller-t hogy vették rá. Hát úgy, hogy pénzt és nyilván és írdatlan pénz. Írdatlan pénz, írdatlan kurosokat pénzzel behozott vették az rá. Igazából, hát Jennifer Connelly-től kicsit többet vártam, mint azok a nyálas szex jelenetek, azért láttuk őt már ennél jobban is. Még az sem volt, most a szex jelenet. Rekvél, hogy állom, hogy te gondolsz. Abban egy kicsit jobban alakította ezt a dolgot, mert jobb volt így az beleélés, a szenvedély. Hát igen, amikor segből segbe nyomja. Uff, igen. Na mindegy. Nekem azt fura volt, hogy sokkal fiatal, mint a Tom Cruise, nem? Értem, hogy a filmben meg volt úgy csinálva, hogy nem érződött ez, de szerintem valóságban sokkal. De én úgy látom, hogy mind a kettőnek az arca szarra van botoxolva, úgyhogy... Ja, igen, végülis így pótolta. Igen. Szóval ez volt az egyik, amit nem értettem, a másik, amit nem értek, és erről, vagy hát nem tudom, hogy még így a filmen belül szeretnétek-e így rendelgetni dolgokról, de hogy én amit nem értettem, és ezt tegnap Mártonnak ki is fejtettem, az, hogy nem értem, hogy lett Oscar jelölt ez a film legjobb filmként, és hogy vajon... Mi történt itt, hogy 10 ennyire különböző és random filmet sikerült Oscarra jelölni? Ja, igen, ez mondjuk hogy jön ide a Top Gun? Hogy jön ide a Top Gun egy Avatarhoz, amit szintén utáltam, egy Fablemanshez, amit szintén utáltam, egy Triangle of Sadnesshez, egy pont, hogy egy Quiet on the Western Fronthoz, meg nem, tehát, hogy azt ne, de, egyszerűen nem értem. Hát erre megint az a válaszom, hogy irdatlan pénz. De hogy ez tényleg egy vicces, amit tanítom mondott, mert az volt, hogy elkezdtük nézni ezt az új Top Gun-t, és így mondom, hogy hát te figyelj, ez nem is olyan rossz, ez sokkal, mint az előző. Azt mondja, jó, oké, de ezt azért nézzük, mert ez egy Oscar jelölt film. És akkor egy... Jó, de szerintem ebben az évben ez nem annyira más, szóval minden évben voltak ilyenek. Na jó, de amikor elkezdtük ezt az egész Oscar-os sorozatot, abban az évben pont nem volt szerintem semmilyen. De meg, hogy ezzel nézzük meg, hogy 10 darab film van jelölve. Tehát ugye eleve nem kellene, hogy 10 darab film legyen jelölve. 10 van jelölve, és akkor olyanok vannak benne, hogy nem is értem. Hát csak igen, tehát hogy azt én, nekem az, én nem tudom, hogy működik ez az egész jelölés téma, de hogy van egy, nem tudom, X tagú bizottság, és akkor ugye előjük tolják a jelentkezőket, és akkor az a bizottság, az tehát hogy mi, hogy van a fele az egy tuskó, a másik fele az meg egy izé, ez egy kifinomult, és akkor hát, így leszavaznak mondjuk 5 normális filmre, meg 5 irgalmatlan selejtre, szerintem igen, vagy szerintem ugyanazok az emberek viszonylag... mondják azt, hogy az Avatar is érdemel egy Oscar, meg a Banshees of Inisherin is érdemel egy Oscar, mert azt nem tudom elképzelni, hogy legyen egy olyan ember, aki azt mondja, hogy igen, mondjuk a Top Gun-t, azt mondjuk a Triangle of Sadness ellen, úgy ez így tök jó, összemérhető. Nekem ez volt a két kedvencem idén. Hát... Két kedvenc film egyébként, milyen filmeket szeretem? Hát szeretem az Avatar, a Sziget szellemeit,
Nyugaton a helyzet változatlan. A helyzet változatlan, az Elvis. Hát lehet, hogy ez az illető az Steven Spielberg magad. Na igen, de oké, értem a dolgot. Szerintem ez a két film, ezek most mi az elmúlt évtized legjobban kaszáló filmjei? Vagy de jó, de nem a pénzt díjazzák, az én hát, de a pénz az megveszi a díjazókat. Viszont azt vegyük észre, hogy ők valószínűleg készültek erre az Oscar jelölésre, azért nézzük meg a diverzitást az első részhez képest. Igen. Hát jó, de hogy azért itt hirtelen a leckét elvégezték, az hogy tettek bele mutatóba egy-két nem fehérbőrű embert, egy-két nem férfit, egy-két nem tudom. Tehát hát jó, tehát ez nem újdonság, tehát azért most... Nem újdonság, csak hogy ez tök érdekes. Szerintem, hogy ahhoz képest, hogy az első rész, az mennyire csak fehér. Hát az a maszkulinitás. Hát jó, hát ez most már az elmúlt években, ez kötelező. De ez már igen, ez már szemben. Haladtak a korral, és tudják, hogy anélkül nincs Oscar jelölés. Hát de minden... Tehát hát ez már le van írva, nem? Ez le van írva, igen. De most azt szerintem ez már így nem is kell kiemelni, mert hogy igazából minden... Hát most, hogyha összehasonlítjuk a kettőt, akkor ne. Hát jó, hogyha igen, összehasonlítjuk a kettőt, de hogyha összehasonlítjuk a többi oszkáros filmmel, ugye már akkor akkor nem. De hogy, hát igen, szerintem ez egy abszolút... Mindent össze... Igen, bocs. De, mert ez egy ilyen teljesen egy ilyen napra kész film, tehát az akció jó benne, a történet buta, de legalább konzisztens. És pont, nekem tetszik, hogy nem tolják, pontosan tudom, hogy milyen dialógusokat várjak, pontosan tudom, hogy Tom Cruise motoron fog azért mondjuk A-ból B-be. A dialógusok azért nekem az mindig egy fokkal azért még butábbak, mint amennyire. tehát az, amikor ott izziat a kocsmából, ott elkezdenek ott így izziat, így faszmérgetni az van, hogy rettenetesen jó. Ez általánosban már általános végére már kinőlt ezeket a dumákat, és ezeket felnőtt emberek, akik ilyen, mit tudom, katonai felelősség, emberek életéért felelnek, nem tudom elképzelni, hogy ez a szintű beszélgetés. És Tom Cruise lenyomja ugyan ezt az ő felettesével, igen. De meg, hogy szerintem... Na... Nem tudom, csak hogy ez, amit a Dani mond, hogy így azért hozta a Top Gun 2 azt, amit az ember a Top Gun 2-től vár. És hogy ez szerintem egy ilyen szintén érdekes megközelítés, hogy igen, vannak olyan filmek, amire nem azért megy be az ember a moziba, vagy nem azért teszi be este a DVD lejátszóba, vagy nem tudom, mert hogy most egy minőségi feltöltődésre, vagy egy ilyen agyi táplálékra vágyik, hogy úgy mondjam, hanem azért teszi be, hogy kikapcsolja az agyát, kikapcsoljon, és valami ebből is lehet valami minőségi szórakozást kihozni. De hogy szintén visszajutok ahhoz a kérdéshez, hogy a tökönbe lett Oscar jelölt ez a film. Az agyhalál, igen. Tehát... Hát erre nem fogunk választani. Azzal nincsen problémám, hogy ezt leadják a tévébe, vagy a moziba, és bemegyek, és veszek egy popcornt, és megnézem. Ezzel nincsen gondom. Nekem azzal van a gondom, hogy ez hogy lett Oscar jelölt. Hát igen, de erről elvileg nem a film tehet. A film nyilván megtett mindent azért, hogy jelöljék. De amúgy meg brutális volt, mert Cannes-ban is ott debütált a film. Tényleg Cannes-ban is volt, igen. Szonyat kampánya volt ennek. Ott is így kapkodtuk a fejünket, hogy mi ez a Top Gun őrület, amikor elvégez egy művészeti filmfesztivál. De ott az volt a mondás, mindenki erről beszélt, hogy mivel annyira szarban vannak a mozik, ezért össze kell fogni ezeknek a blockbuster stúdióknak, meg a kis független filmeseknek, és együtt kell valahogy kikecmeregni ebből, és akkor Khan is kezet fogott Tom Cruise-zal, és akkor így együtt nyomták ezt. Nem tudom, mennyire jött be, de hogy így ez volt mögötte az indok, állítólag, hát a Top Gunnak bejött ezek szerint. Na tessék, de na, hát ez egy új szemszög. Hát nem tudom, ettől függetlenül. Akkor is. De mindegy, én még valami másról akartam beszélni itt a Top Gunok kapcsán. Jó. Most nagyon zavar voltam. Még én akartam valamit mondani, csak most. Akkor... Igen, én azt akartam mondani, hogy nekem rohadtul tetszett ez, hogy a két filmet azért érdemes összevetni, mert tökre látszik, hogy hogyan fejlődött ez az iparág, ez a vadászrepülő technológia, meg
Nekem az is tetszik, hogy behozzák az én ezt a dilemmát, hogy drónok versus pilóták. Igaz, hogy nem bontják ki, meg nem foglalkoznak vele többet, de úgy érdekes ez, hogy még az ilyen top kvalitású embereket is így simán lecseréli egy újabb De ez amúgy ez nem egy új dilemma, tehát hogy én nem is tudom mikor van, amikor átmentem a Pityuhoz, és ott megnéztünk egy ilyen filmet, ami pont erről szólt, hogy már üzembe helyeznek valamilyen robot repülőgépet, és akkor ugye ott ment hogy ez már mindenben jobb, mint az emberi pilóták, csak akkor mit tudom én, éppen az volt, hogy meghűlt az AI, vagy valami ilyesmi, és akkor azt kellett kiszedni. Nem emlékszem már a film címére, nem ajánlom senkinek, hogy rákeressen. Tehát, hogy ez már rég, és ez mit tudom, ez volt már lassan már, ki tudja, már éve, vagy valami. És nekem az volt érdekes, hogy azon aggódtam egy picit, hogy a régi film, emlékeztem, hogy ezek a vadászrepülőgépek baromi szépek, és hogy ilyen nagyon tetszett az akkor, hogy ilyen milyen film megformásuk van, és azon aggódtam, hogy a maiak azok biztos, hogy nem putábban néznek ki, vagy ennél minimalistábban, mert hát nem tudom, szerintem osztjuk ezt a véleményt, hogy ma már egy annyira kifordult önmagából, vagy annyira egy túlburjánzott ez a minimalizmus, hogy kicsit minden ilyen sótlan lett, ilyen nem elég izgi, ilyen nincs mind rá, csámcsogni rajta, viszont, és akkor aggódtam, hogy ezek most már ilyen vadászgépeknél is az lesz, hogy így nem fognak annyira érdekelni, de kijöttek ezek az iszonyat pöpec, olyan áramvonalas, formatervezett új gépek, és csorgott a nyálam, szóval az nekem egy pozitív csodás volt, hogy egy kicsit megértettem, hogy azért ennek is van valami ért, hogy nem véletlenül kezdtük el ezt a minimalizmust, meg nem véletlenül ment ilyen irányba ez a formatervezés, hogy ennek volt oka, mert hogy ez biztos, hogy praktikum vezérelt, mert így lesz áramvonalasabb, így lesz még jobb, még szebb. Szóval ez nekem egy kicsit ilyen megnyugtató volt, hogy oké, ez nem egy halott dolog. Hát nem tudom, nekem pont így az ellentét fogalmazott meg bennem azt, hogy most azért ugye eltelt több mint 30 év a két film között, és hogy azért én nem látom, hogy akkora nagy ugrás lett volna itt ebbe az egész. Aha. Vagy hát most érted, most így látványra ugyanaz, ilyen gyors repülőgépek, szürkék. Hát azért, amit az elején vezet a Tom Cruise, azt szerintem... Na jó, hát de ez meg valami kísérlet. Na de hogy hát oké, okay, de... Erről is akartam beszélni, ha ez a téma lezártnak tekintetődik. Erről még egy mondatot mondhatok. Szerintem erről egy külön adást érdemes lenne egy Danival csinálni. Vagy formatermelés. Hogy szerintem ez tök érdekes, hogy például a Star Wars filmekben nagyon visszatükröződik így a kor divatja és a korszellem a mindenféle űrhajókon, és hogy mennyire látszik a nem tudom, 2000-es évek mondjuk a második trilógián, és hogy is süt róla, ha ránézel, akkor itt megmondod, hogy nem, gondolkodni se kell, hogy mikor készült a film, és szerintem ez nagyon szóval erről egyszer majd lehetne egy külön. Jó, igen, ez tényleg érdekes. Na, tehát hogy, én csak így még azt akartam még felvezetni, hogy ugye akárcsak a Csillagok háborúja új filmek, azért ez az új Top Gun is, mondjuk az előzőt, az teljes mértékben lenullázva. Tehát, hogy ugye mi az egyesben a konfliktus, az, hogy van egy nagyon tehetséges pilóta, ugye a Maverick, de hogy egyszerűen ugye azt nem látja be, hogy katonaságban van, és ott ugye, oké, a tehetség az egy fontos dolog, de ugye az elsődleges dolog a katonaságban, az szerintem az a parancs teljesítés és a szófogadás és a megbízhatóság. És ezeket így nem képes belátni. Ezek olyan kvalitások, amiket ő teljes mértékben nélkülöz. Teljes mértékben nélkülöz, és az kell, az attitűdváltás az kell neki, ugye, hogy meghalljon a barátja, és akkor bekövetkezik egy valami változás az évben. És így ugye ott a végén akkor ott segít is ott a Val Kilmernek, stb. Happy end. És akkor visszatérünk ide, 40 év múlva ugyanez a karakterhez, és hogy azt látom, hogy az égvilágon semmi nem változott, hogy semmit nem javult. Az előző film akkor gyakorlatilag nulla konklúziója lett, mert ugye azt mondja ott a végén, hogy jó, hát akkor szeretnék menni tanítani, akkor kiderült, hogy ezt valami 2 hónapig bírta, és kirúgták. Én azt hittem, hogy arra akarsz kitérni, mert hogy ez hagyján. De hogy én azt hittem, hogy arra akarsz kitérni, hogy az érdemeket
nullázza le, mert hogy engem igazából ez az, ami nagyon zavar ezekben a franchise-okban, hogy mindig ugye magasabbra és újabbra törekszenek, és hogy ehhez viszont az kell, hogy az előzőben elért eredmények, azok ilyen kisebbnek tűnjenek. Szóval ami a Top Gun 1-ben mondjuk egy nagy eredmény volt, hogy úristen, ki lesz az osztály első, igen. Azért már így lószar, igen. Mert hogy már mindenki osztály első, és hogy most azt keresjük, hogy az osztály első közül ki az osztály első. Igen. Így ez van a de közben a... is meg... Ez van a Star Wars-ban is, igen. Ja, kilőttetek egy halálcsillagot, túl az semmi, most nekünk semmi. Van egy Star Killer Base. Nem, én itt ezt nem éreztem, mert még mindig az volt, hogy a Maverick az az élő pilóta, aki a legtöbb csatában nézett, meg a legtöbb ellenséget kilőtte, szóval... Én ezt így annyira nem éreztem. Tehát a Maverick még mindig a legnagyobb nem volt. Nem, hogy összeszedték az osztály elsőket, és akkor azok közül keresték most igazából, aki a leges-leges legjobb volt, meg hogy mindig egy-egy lépéssel. Mindig fölé kell licitálni mindennek, mert különben az embereknek így nem elég gizgi. Most, hogyha ugyanaz lett volna, hogy van még hát egy. Én sem éreztem, de érdekes a gondolat, mert ugye, mit tudom, most tudom, hogy pont a izé ugrik be egy ilyen hülye példa, de hogy a éhezők viadalában is ez van, hogy ugye az ez egyból, ott mit tudom én, ott így az összes kerületnek a, mit tudom én, éppen akit kihúztak, ugye azoknak kell megmérkőzni, és akkor utána meg a, mit tudom én, az összes kerületből valahol egy olyan, mint hogy mint az ilyen számítógépes játékok, hogy mindig van nagyobb mob, és aztán a végén így eljutsz a bosshoz, és akkor így, nem tudom, de aztán még annál is. Jó, na. De hogy, no, de hogy igen, tehát hogy az egybe elért, ezért karakterfejlődés, ezt egy az egybe kinullázták így a filmbe, igen, és igen. Tartunk, hogy ugyanolyan kretén a 60 éves Maverick, mint a 20 éves volt. Hát és amúgy ez... Is. Igen, és amúgy ez közös azzal a filmmel, hogy érdemes ezt a filmet összevetni, az Avatar 2, hogy ott is a Jake Sully az így kapásból eldobja, igen. Amit az előzőben tanult. Igen. Nem védi meg az otthonát, hanem ott hagyja. Ja, akkor ezért hasonlítottad az izével most itt a... Abszolút, hát ebből a 10 filmből, ami jelölve van, ez a kettő, ez egy külön verseny szerintem. Hát nem lehet egy lapon említeni a többivel, egymással meg szerintem kell egy lapon említeni, mert ezek mindketten brutál budget, legnagyobb bevételű filmek, igen. Nem csak idén, hanem ilyen több éves mind a viszonylatban. Kettő. És szerintem ez ezerszer veri az Avatar 2-t. Ez hát jó, ugye... Végig szórakoztató, jó, nem a dialógusokban, de az akcióban iszonyatosan. Szerintem még a dizájnja is jobb volt, szerintem sokkal szebbek voltak ezek a légi csaták, mint az Avatarban a víziek. És nem, nincs az a rohadt, unalmas, vontatott cselekményvezetés, meg a feleslegesen hosszú játékidő. Igen. Jó. Ebben egyetértek. Hát jó, azt megadom, de mondjuk azt sincs, hogy így nézelőd 3 órán keresztül, hogy jó, de szép halak, de mondjuk ezt már megbeszéltük, hogyha az Avatar 2-t, az egyet nem IMAX 3D-ben nézed, akkor az egész ez egy kínszenvedés. De most ne térjünk vissza, most mondjuk vissza, szépet is ne róla. Térjünk vissza. Jó. Ja, nagyon szép volt a víz grafikája. Igen. Jó, lépjünk át a másik filmre. Lépjünk át, ennyi volt a Top Gun, most pedig akkor beszéljük most ez meg. Ez volt a bemelegítés. Ez volt a bemelegítés, igen. Tehát, és akkor utána megnéztük a Pavelman család kalandjait. Ugye azt kell a filmről tudni, hogy ez Spielbergnek önéletrajzi filmje. Önéletrajzi filmje. Azt hittem, önkielégítést mondasz. Ezt te akarod mondani. Reméltem, hogy és hát én alap, én nem tudom, hogy ezt hogy kezdjek hozzá, de nem tudom, Dani, mondja te valamit, mert én most így teljesen lefagytam. Én úgy voltam vele, hogy a 2/3-ig ez a film nekem nagyon nem jött át. Egy ilyen családi dráma, nem is mondom, hogy dráma, valahol egy családi kalandfilm, meg egy családi dráma között lebegett. Voltak benne ilyen drámai elemek, amik így nagyon fura, meg viszonylag sötét családképet festettek le, de közben meg így folyamatosan ilyen habkönnyű családi szórakozások, hogy autóreflektorfényében táncolgatunk, meg vihogunk egyfolytában, így e kettő között váltakozott, egyik sem volt szórakoztató szerintem, és egyikben sem láttam semmi mélyebb üzenetet. Aztán nekem az utolsó harmad az megfordította a filmet,
Nem teljesen, de hogy ott azt éreztem, hogy valamik kifutnak valahova, valamik értelmet nyernek. De mi volt az, ami neked ami megfordította konkrétan? Hát ugye addig szerintem a két harmadik nem tudunk meg semmit a főszereplőnkről. Viszont a Sammy, ugye? Igen. Viszont ott utána elkezd beszélni Sam, magáról. nem Sammy, nem szereti a Sammy-t. Jó, Sam. Ott utána elkezd mondani dolgokat magáról, elkezd saját véleményeket formálni, meg más karakterekkel interaktálni. Ugye ott kifakad az először az anyjára, aztán az apjára, elkezd az őt bulingoló csávókkal balhét csinálni, aztán meg, tehát, hogy mondjam, megtudunk végre lóra valamiket, nem csak az, a két harmadik szerintem az van, hogy történnek vele dolgok, és azokat így elnyeni magába. És nem látunk semmit abból, hogy ő ezt most hogyan emészti meg, vagy milyen hatása van rá, és aztán az utolsó egyharmada a filmnek meg megmutatja, hogy milyen hatása volt rá, és hogy mennyire fura hatása volt rá egy csomó minden, és milyen fura srác lett belőle. És ez szerintem tök jó, meg tökre így hitelessé tette. És amúgy elég sok önkritika is volt benne szerintem. Mi például az önkritika? Hát, hogy mennyire furán bánt például a csajja, hogy megkéri a kezét, hogy az... Kérte maga a kezét, hogy tüzé. Hát, jó, szerintem a Dani megengedőbb ezzel a filmen. Hát, nagyon-nagyon megengedő. Igen, én is azt hiszem, hogy megengedő vagy. Csak azt akarom mondani, hogy... Na, hát te sokat akarsz mondani, mert azért két napig gyűlöntél itt, amit megnéztük, úgyhogy de mondjuk nem mintha én nem tettem volna ezt. Eszembe jutott, hogy így hangulatában, képi világában mikre emlékeztetek. Na, mikre emlékeztetek? És leginkább, jaj, tavaly volt ez a film, mi volt ennek a címe? Az is Oscar jelölt volt. Na. Milyen pizza? Licorice pizza. Igen. Na, engem egy kicsit arra emlékeztet így összességében valamiért. Uh-huh. De hogy ha nekem hasonlókor... én szeretném azzal kezdeni, hogy szerintem az egy nagyon durva ilyen önteltségre és kontrollmániára utal, hogy valaki a saját életét ilyen formában így feldolgozza. Milyen finoman fogalmaztál? Jó, tegnap azt mondtam, hogy ez egy köcsög. De igen. De az, hogy igen, ez sajnos el kell üvöltenem, mint ma elég sok mindent elüvöltöttem, de az, hogy izzi, hogy valaki csinál egy olyan filmet magáról, amiben egy önmagát prezentálja a filmrendezés Mozartjának, az szerintem ez elfogadhatatlan. De szerintem ez nem így, mi történik, nem prezentálja magát Mozartnak. Ez az, biztos, na, ez az, hogy csak még abba is elbukik, hogy annak prezentálja magát. Mert miről szól a film? Az, hogy ő már kiskorában is már milyen jól megcsinálta a 8 mm-essel a reaktoros vasutat, stb. A cowboy filmet, a háborús filmet, stb. Milyen tehetséges volt ez körben mindig, és mit látunk mindig? Az, hogy lát valami filmet, és aztán a saját kis eszköztárából meg tudja valósítani, hogy a special effectek nagyjából úgy nézzenek ki, mint az eredetiben. Tehát semmi olyat nem látunk, hogy ő valami rendkívüli vízióval rendező, azt látjuk, hogy hogy ért, vagy van érzéke ahhoz, hogy ezeket a technikai dolgokat hogyan valósítsa hát, meg, mert... és az apja is erre kommentál, hogy ez egy engineering, ez egy mérnöki munka, amit csinálsz. De hát ezt is és mondja valóban magáról. Ez Spielberg egész munkássága, egy szaros mérnök. De hát akkor mi bajod ezzel? Már tényleg ezt mondja magáról. Én szerintem egy pillanatig sem mondja, hogy Mozart. És nem is akarja azt mondani. De ezt akarja mondani a film. Nem, meg el is hangzik, és pont az apjával elmondja, hogy apja is azt mondja, hogy hát végül is én is ezt csinálom, hogy irányítom a fiúkat a cégnél, kb. Így a helyes irányba, és egy koordinálás a munkám. És azt mondja, hogy gyakorlatilag az övé is. És ezt is látom, hogy neki ez nem egy művészi megvalósítás, vagy nekem nem az jön, hogy neki ilyen iszonyat művészi víziói vannak, és azt akarja filmre vinni. Nem. Ő szeret így igazgatni embereket, és abból szeret jó filmeket összehozni. Egy profi. Egy profi, nem egy vizionárius. De nem ez, nem ez üzenete a filmnek. Tehát, hogy, szerintem hogy ez akar lenni. Nem, az, nekem az a hogy abban mutatkozik meg az ő géniusza, hogy hogy meg tudta ilyen fiatalon csinálni ilyen profin ezeket az amúgy felszínes témákat. Hát és egyébként ezt is elmondja, de szerintem ez egyrészt igaz. De nem, de erre nincsen kitérés az, hogy tehát erre semmi reflexió, hogy fiam,
A filmjének nincsen semmi tartalma, buta cowboy filmeket, háborús Dehogy nem, filmeket szerintem az csinálsz. utolsó jelenet az abszolút erre reflektál, hogy így Micsoda? gyakorlatilag jó, mindegy, erre majd beszélünk a végén az utolsó, vagy beszélünk később az utolsó jelenetről, de hogy szerintem vannak erre reflexiók, hogy igazából nem tudja ezeket a dolgokat, elles egy-két dolgot, és ezt utána profin alkalmazza, meg vannak néha új eredeti ötletei, mint például az a lyukasztása a filmszalagnak. De hát nem, mert ez is egy izé, tehát hogy igen, technikailag ez egy kreatív ötlet, de ennyi, de hogy csak ezek De, megvalósítás. és nem akar ennél többet mondani magáról szerintem. Nekem viszont van egy másik megjegyzésem, hogy szerintem az egy álszerénység, hogy ezt a filmet úgy nevezi el, hogy a Fabelman Igen. család, amikor közben ez valójában Ez a önmagában Spielberg család. Nem csak az, hanem hogy most nyilván ez egy beszédes cím, egy szójáték, ez rendben van, de hogy valójában itt nem a családról van szó, ő itt a saját, nem tudom, nehéznek vélt gyerekkorát, és a saját tehetségét. Tehát, hogy arról szól, a filmnek a 20. vagy 30. percéig nem derül ki, hogy ez a két kislány az úgy by the way az ő testvére. Olyan, mintha ő egy egyke lenne, aki fél a sötétben. Igen, ő elviszik egyedül a moziba. Elviszik egyedül egyedül a moziba. Ugye az meg ott van ez a két kislány ott karácsonykor, de hogy ez így rohadtul nem derül ki, hogy azok amúgy a testvérei, nem a szomszéd kislányok, vagy a nem tudom én mi. Vagy a Szetogennek. Ja, hát magára igen. Fókuszál, ez biztos, de még el is mondja a filmben magáról, hogy rohadt önző. Az, hogy miért nem Spielberg család a címe, az lehet egy kérdés. De érted, de én azon nem tudok magamhoz térni, hogy oké, úgy van ugye felvezetve a dolog, hogy ez egy ilyen loosely based, tehát hogy ilyen hogy nagyjából önéletrajzi, de hogy csak ilyen enyhén. De hogy jó, akkor legyen fiktív család, de akkor találjál már ki egy fiktív címet a filmednek, amit megcsináltál. Mert az Escape to Nowhere, az a háborús film, az Escape to Nowhere, az adott van, megnézed a IMDb-n, ezt a filmet megcsinálta. Tehát akkor most mi? Akkor van egy Escape to Nowhere egy ilyen fiktív univerzumban, amit nem egy film Spielberg, hanem egy szem Fábem. Jogi kérdés, Márton, hogy nem mondhatja azt, de komolyan mondom, mert hogyha azt mondja, hogy de már pedig ez így volt, és nem tudom én mi, mert ez jön, akkor beperelik a családtagjai, meg hát beperelik az anyja, meg bepereli az apja, meg a mit tudom én kicsoda. Szerintem is ebben nem valószínű, hogy ilyen bele. Művészeti okai vannak, hogy miért nem gondolom. Egyrészt a családjának se tetszett volna, másrészt meg ja, lehet, hogy jogi okok. De szerintem ez se nem erősít, se nem gyengít most az, hogy Fabelman család. Nekem gyengít. Nem őszintétlen. De közben meg azért nem Brady vég alá, hogy itt magáról beszél. Hát nem. Az is igaz, hogy persze, rohadt nagy egója van, és mutogatja azt, hogy milyen tehetséges, de közben meg ezt én megadom neki, hogy tényleg ennyire tehetséges a fickó, és elhiszem, hogy már gyerekkorától rohadt jó dolgokat tudott csinálni a kamerával, mert egyébként egy csomó mindenben a filmet, tehát iszonyat profi filmeket csinál mindig, ezt nem lehet tőle elvitatni. Jó, ezt nem vitatjuk jó, el, oké, de ez jó, beteges, igen, de bazd meg, ez beteges, hogy magadról forgatsz egy filmet. Ja, hát ez... Ja, ez, ennek a lélektalan az. Szeretném megígézni, hogy valamiért ennek a tinédzser fiúnak mindenáron ilyen színes kontaktlencsében kellett szerepelni ebben a filmben, amitől úgy nézett ki, mint egy ilyen baromi creepy bogár, ami engem baromira zavart egész végig, szóval ez nem segített. De miért mondj más színe? Hát gondolom, én máskülönben nem hordott volna színes kontaktlencsét. De miért fontos, hogy színes kontaktlencsét? Hát mert látom rajta, hát az egész filmben a fejét mutatták közelről. De majd mindjárt elkerestem. Akkor biztos kiderül. Én azt gondoltam az elején, hogy amikor még az első államban laktak, és ott egy csomó jó haverja volt, és így ő volt a legmenőbb srác így a társaságban, hogy ő ment oda a csajokhoz, meg így folyamatosan neki beszélt mindenki, meg vele akart lenni, hogy így majd ez lesz a film, hogy úristen, hogy ő amúgy egész életében volt a nagy király. Aztán szerencsére, amikor átköltöznek, akkor ő lesz a tápláléklánc alja. Igen. És onnantól, hogy úgy érzem, hogy kicsit helyére billent, mert nagyon nem úgy tűnt karakterileg, hogy ő hát oda nem a tudom. Kucsra illet. Engem az is kikészített, hogy a tápláléklánccal, tehát hogy ott is mit húz izének, hogy megteremtse a teljes antipátiát az egyetemista amerikaiak, vagy mi a gimnazista amerikaiakkal, az antiszemitizmus. Igen. Tehát, hogy nem elég, hogy ők a
a szőke kigyúrt bunkó, ők meg antiszemiták is. De honnan tudod, hogy nem igaz? Nem tudom, hogy nem igaz, de az, hogy ezt mindenképpen bele kell rakni. Hát lehet, hogy nem mindenképpen akartam bele rakni, nem lehet, hogy ez történt vele, és ezért bele kellett rakni. Jó, hogyha ez történt vele, akkor csinálja meg azt is, hogy azért, hogy itt emberek lefikázzák az egész munkásságát. Hodorowsky azt mondta róla, hogy egy degenerált, azt is rakja be, az is megtörtént vele, bazd meg. Na jó, de nekem most egyébként mindezt félretéve, tehát ugye eleve szerintem ez már egy kicsit ilyen, hát nem tette túl szimpatikus ezt a filmet, de még ezzel sem lenne semmi baj. De hát lenne szerint, ez jó, lenne, de minden. Szóval én kezd a Dani meggyőzni, hogy jó, nincs ezzel akkora baj, jó, legyen, oké. Okay. De hogy ettől függetlenül szerintem rohadt unalmas volt, a drámák azok szerintem ilyen bolhából elefánt drámák voltak, nem... Az anyukán én ki voltam. Én nagyon nem szerettem nézni az anyukának se a vihogásait, se a táncolásait, se a sírásait. Anyuka túl volt játszva, mint az állat. Apukát egyszerűen szerintem egy baromi rossz casting volt, mert amióta láttam a Batman-t, azóta nem. Tehát, hogy én folyamatosan azt vártam az egész filmben, mikor vágja a saját gyerekeinek a torkát. Mikor fog elővenni kurva egy konyhakést, és vágja mindenkinek a torkát. Tehát nem tudtam elképzelni, hogy ez egy olyan ember, aki tényleg jót akar a családjának, pedig az volt. Spoiler. Ebben nem értünk. Nekem a Paul Dano az pont egy olyan izé volt, egy ilyen aspergeres apuka, aki igen, amúgy jót akar, de hogy nem érti egyáltalán, hogy mi miért történik. Ez nekem is rezonált ez így. Nekem ez úgy szerintem oké volt. Nem tudom, most ez az ember nekem nagyon ilyen furcsa. Hát jó, nem szerintem viszonyabban, csak hát ez zseniális, de hogy tényleg, hogy ilyen nem creepy szerepbe, így nem tudom elképzelni. Tehát ugye azért láttam még ugye a There Will Be Blood-ba, ott is egy ilyen nagyon fura, ilyen, hát nem pap, hanem ilyen prédikátor, vagy nem is tudom micsoda, az is nagyon azért. Aztán ott van a Swiss Army Man, amiben a Daniel Radcliffe-el van, hát ez aztán még bizarabb. Meg van a Prisoners-ben, ott is egy ilyen... Tehát ez a csávó, ez a mestere, hogy egy ilyen fura figurát alakítson. Szerintem nekem ez nem volt bajom ezzel a részével. De nem azt mondom, hogy rosszul játszottam, hanem hogy... Csak hogy az, hogy túlelvetemült ez az izéhez, de nem tudom. Jó, mindegy. Egyébként ezt meg kell hagyni, hogy maga az a válás jelenet, amikor ott bejelentették a válást, az egy ilyen, az szerintem tök jól lett megcsinálva, szóval nekem az így full visszahozta a saját ilyen élményemet. Ami, tehát, hogy nálunk ez a családban többször is megtörtént, mire elvált anya meg apa, de hogy mindannyiszor ugyanez volt, ez a gyerekek üljetek le a kanapéra, és akkor most így akkor jön ez a beszélgetés, és akkor megy a sírás, és akkor megy az egyezkedés, és a nem tudom én mi. Szerintem azt tök jól megfogták, az nagyon tetszett, de hogy az összes többi rész, az nekem egy annyira klisés volt, és annyira azt éreztem, hogy tényleg az összes többi dráma benne, meg az összes többi ilyen, nem tudom, hogy miért volt ott, nem éreztem dramaturgiai jelentőségét kb. Semminek, nem... És igaza van a Daninak, hogy ott amikor azzal a lányjal beszélget, ugye, a bálon, meg... Hát meg amikor a srácról megcsinálja ezt a videót a szalagavaton, az egyáltalán nem kis, az nekem nagyon váratlan volt, hogy ez most mi. Igen, az is egy érdekes húzás volt, szóval, hogy azokat már nem voltak, de egész addig a pontig a film azt szerintem így klisékből és ilyen, igen, és ilyen mondva csinált drámákból állt. És... Hát én rohadt aggódtam, tényleg a kétharmadáigra attól azon voltam, hogy ez egy borzalom, ezen át kell szenvedni magad, és amúgy nem vártam már semmit tőle. De nekem ez nem menti, tehát hogy most ott az, hogy igen, arra szerintem, hogy senki nem számított a izi ott a szürke srácot kibukik, hogy ő igazából milyen elvárások, vagy igen, meg hogy előbb, hogy miért csinál róla egy olyan videó, tehát ebben a videóban miért csinál belőle a sztárt, már ott nem értettem, már ott így néztem, és aztán azt még így rátette egy lapáttal. De én nem tudom, én azt hittem, hogy ott az a poén, hogy ott, ahogy befutott valami, ízé, ott valami akarat győzelme, René Riefenstahl náci propaganda filmből vág alá valami zenét. Na, valami olyasmi volt, nem? Én azt hittem, hogy ott az a izé.
Aztán a jóik tudja, hogy ott milyen zene van, mert ott egy kicsit olyan a harmadik birodalom feelingem volt. Ugye, amikor én láttam elég sok ilyen, ilyen Riefenstahl filmet, és ott tényleg ott látsz ilyeneket, hogy ilyen izmos szőke emberek, ott megmutatják a szép testüket, és ugye Hitlernek is amúgy ez volt az ilyen állítólag a víziója a világról, hogy megteremtik itt az übermencset, hogy Ária faj uralkodik, akkor így mindenki ilyen lengén öltözködjék majd a birodalomban, mert akkor ezért nincs mit félteni, nincs mit szégyelni, mert mindenkinek szép teste lett. Ez tök érdekes, hogy volt egy ilyen erotikus vonulata is ennek az egész nárcizmusnak. És hát ugye én azt hittem, hogy erre valami reflexió az egész, de mondjuk az is jó lett volna. Hát ugye jó lett volna, igen, mert érted, most, hogyha már tényleg itt megy ez a zsidózás, akkor vissza lehet nácizni egyet, nem? De és nem ezt csináltam, úgy, és ez is fura volt. És nekem az is tetszett, hogy ott lehetett volna azt kihozni, hogy na jó, látod, te lehet, hogy erősebb vagy, meg basztattál egész suli alatt, de én meg azt csinálok veled, amit akarok a filmen, és utána úgy fognak rád nézni, hogy én akarom. De nem lovagolta meg ezt, vagy így nem akart dominálni akkor sem, hanem így azt mondta, hogy ő se érti, hogy miért csinálta, valamiért így látta jónak, nem tudja amúgy, hogy mit csinált, tök össze volt zavarodva, kb. Ugyanannyira megtörtnek tűnt, mint a szőke csávó. Nekem az... Amely koncepciótlan filmrendező volt már akkor is, és azóta is. De ez bevallani magadról viszont, az de nem, az de ezt, én ezt nem hiszem, hogy ez egy bevallás. Tehát az, hogy egyszerűen csak nem volt... De én meg egyikötökkel se értek egyet, mert én meg szerintem ebben például pont azt láttam, hogy ez megint ez az ilyen isteni sugallat által dolgozó zseniként próbálja saját magát beállítani. Jó, az jó. Ahelyett, hogy felelősséget vállalna, és azt mondaná, hogy azért csináltam ezt, mert féltem, hogyha téged is kifikázlak, akkor szétrugod a seggem. B. Azért csináltam ezt, mert ahogy a Dani mondja, bármit megteltek a karaktereimmel a filmeken. C. Azért csináltam ezt, mert imponálni akartam a csajnak, mit tudom én értettem, tehát, hogy lehetne itt bármi. Ehelyett ugye úgy állítja be, hogy jaj, nem tudom. Ez egy ilyen sugallat volt, és ez így jött, és akkor így lett félek a film. Igen, te most érted, nem lehet azt megcsinálni, nem lehet azt megcsinálni, hogy csinálsz egy lejárató filmet, azt levetíted az egész suli előtt, és aztán nem számíthatsz arra, hogy kitekerik a nyakadat az öltözőn. És ez a másik, ez az amerikai klisé. Mindig a szekrénynél basztatják egymást. Mindig. De én kezdve hogy ez tényleg úgy történik ott, hogy ez hát már jó, nem most csak már a filmekben. Most már én is elkezdem elhinni, mert már tényleg már nem láttam mást. Az Amerikában igen. Nincs más, csak a szekrénynél balhézás. Mondjuk én is egy csomó időt töltöttem a szekrényemnél a gimiben, de balhézva nem sokat. Nekünk nem is volt szekrényünk. Nekünk volt szekrényünk, ott rohasztottam a tornacuccimat. Igen. De hogy nem voltam ezzel egyedül, az ott tényleg ott az ilyen izé, a szekrény az a lepra tényleg kb. Tehát... Jó, de akkor mondok még egy jelentet, ahol önkritika van, akkor térjünk át szerintem az utolsó jelenetre. Uh-huh. Ott ugye bemegy az irodájába a John Fordnak, akiről elhangzik, hogy a valaha volt legnagyobb rendező. Belép az irodába, és kiderül, hogy a John Fordot a David Lynch játsza, amiről majd mindjárt beszélhetünk, hogy miért van így, de a David Lynch feltesz neki egy kérdést, hogy akkor elemezze neki azt a festményt ott. És hebeg-habog valamit, amit nagyjából mindannyian ugyanezt mondtuk volna, hogy hát itt van egy lovas, meg még egy lovas, aztán mennek valamerre, így, amit így első látás az ember levesz a képből, aztán a David Lynch kér egy másikat, ugyanezt történik, és akkor David Lynch mondja, hogy amúgy meg azt kellett volna nézni, hogy a horizont az, hogyha lent van, vagy fent van, az mindkettő érdekes, hogyha viszont középen van, az unalmas. Igen, és az egész filmen középben volt a horizont. És az egész filmen középben volt a horizont, így van. De hogy szerintem ez egy önkritika, mert hogy abszolút halandóként mutatja meg magát, ő sem tud okosabbat mondani egy festményről, ő sem lát máshogy, mint mi. A David Lynch az máshogy lát, vagy a John Ford, de ő is csak ilyen arcoktól tanulja meg ezeket a dolgokat, és nem intuitíve érzi, vagy semmivel nem... annyira meghatott a jó indulat. De igen, szerintem is kurva naív. Kurva naív az én nem ezt mondtam, hogy naív, én azt mondtam, hogy jó indulatú, és hogy engem meghalt. Szóval szerintem ott megint egy önkritika, és ott engem azzal végleg megvett ott az utolsó élet, hogy ez egy önéletrajzi film volt, ami néha kicsit szurupos, néha amúgy persze tisztelek saját maga előtt, de van benne önkritika, és szerintem ez érdekes. Ki az anyám tisztelek saját maga előtt? Hát mi az Isten? Bocsánat. Ez igen, ez még mindig beteges. De hogy, na jó, tehát először ugye ezért
térjünk ki egy kicsit arra, hogy David Lynch. Tehát, hogy ugye hát az, amikor felépítik, hogy jó, most itt jön, ezért, én egyébként én előzőleg már olvastam, hogy a David Lynch benne a filmben, de hogy mégis hogy elfelejtettem, hogy mire a moziba jutottam, és akkor egy kicsit azért meglepődtem. Hogy ott, nekem leesett az állam, hogy... És akkor úgy, mert azt hittem egyébként valamiért, hogy ott hogy Steven Spielberg azért jön maga, valakit majd nem tudom. Én arra számítottam, hogy jön maga lesz ott. Én az, is. Na, az brutális lett volna. Akkor én is örjöngenék, igen. Valami ilyesmi. És akkor oda rakjuk a David Lynch-et, és akkor egy pillanat, hogy nekem is játszott az agyom, hogy akkor most a Spielberg, az a David Lynch-ről gondolja, hogy a valaha volt legnagyobb rendező. De nem erről van szó. Na, és akkor mondd el, hogy mit tudsz. Arról van szó, hogy ez a izé... Véres szájú vagy. Hát véres szájú vagyok, basszus. Tehát, hogy arról van szó, hogy ennek a John Ford karaktere ez így megvolt, de majd, hogy ő bele volt írva a forgatókönyvbe, de úgy nem volt neki, hogy kijátsza ezt. És így senkinek nem volt ötlete, és ugye ezt a forgatókönyvet ezt a Steven Spielberg írta ezzel a Tony Kusher nevű arccal, és hát így nem volt ez különösebben fontos, de nem volt rájuk izé, és akkor ennek a Tony Kushernek a házastársa dobta be, hogy hát ezt miért nem kerül. Aki kicsoda? Mark Harris. Oké. Okay. Hát nem, csak hogy azt hittem, hogy ez valami egy releváns alak. Hát ez le van írva, de nem tudom ki ez okay. A... Jó, akkor ezek szerint nem egy annyira releváns. Nem fontos, hogy ez kicsoda. Az olyan, hogy bedobta, hogy miért nem a David Lynch-et kéritek meg, és akkor úgy voltak, hogy ez jó ötlet, de hát a David Lynch meg nem akarta ezt elvállalni amúgy, és akkor ezért. És akkor ráosztották a Laura Dern-t. Oh. És akkor valami, nem tudom, hány hétig ott izé, ott így könyörögtek neki, és akkor... Aztán volt ez a pénz. És aztán elvállalta. Tehát, hogy ez nem arról szól, hogy izé, hogy itt a Spielberg azt gondolta volna, hogy itt a délben... De valamiért akkor fontos volt nekik, hogy ott legyen, mert... Hát igen, a második forgatókönyvíró pasiának javaslatára valamiért fontos volt. Azért nem volt ötletük rá, és akkor utána meg már így jaj, tehát, hogy azért igen, és akkor milyen jól hangzik, aha. Hogy David Lynch. Tehát, hogy nem azért van, mert itt akkor nagy tisztelgés lenne, hanem egyszerűen csak izé. Hát ez nagyon fura akkor. Hát ez az. Tehát, hogy szerintem... Ugye azért azt venne az ember, hogy ebbe több gondolatot tesz bele, hát hogy ez... ki lehet az, aki a modern időkben nekem példaképpen, mint rendező, jó, szeretném igen. Őt felkérni. Vagy igen, valamit, igen. Azt gondolnám, hogy beletesz ebbe bármiféle gondolatot. De semmi, nem volt mögött semmi gondolat. Mondjuk az tény, hogy azért amúgy a Spielberg szereteti a Lynch-et, mert azt viszont olvastam, hogy a Twin Peaks második évadának a nyitó részére arra bejelentkezett, hogy ezt ő szívesen rendezni. De aztán a David Lynch meg úgy volt vele, hogy akkor át ezt inkább őt csinálja. Hát, hogyha már Spielberg vagy önmag, akkor ma inkább önmagát választotta. Hát, hála Isten. Hála Isten. Megmérgezés lett volna a Twin Peaks-nak. Na mindegy. Tehát, hogy erről ennyi, ez nem egy nagy tisztelgés, ez egy... De amúgy... Tehát, hogy David Lynch az meg mondjuk az óriási időt beany, és saját magát alakítja, tehát... Igen. De hogy szerintem ez arról szól egyszerűen, hogy egyszerűen még a Spielbergnek a gyerekkori példaképei is ízlik egy tuskók, tehát hogy azért érted, nem a az 50-es, 60-as években voltak már jó filmek, ott már volt Kurosawa, volt nem tudom, Billy Wilder, vagy meg lehet... De nem a példaképe volt, egyszerűen tényleg ez megtörtént eset, hogy bement a stúdióba, és odavitték a John Fordhoz, hogy ő valahol a legnagyobb. Ebben nem vagy biztos, hogy most ezt akarja állítani, hogy John Ford a valahol a legnagyobb. Jó, mindegy, de hát ezért a filmben az van, hogy ott főleg ilyen western filmeket néz meg ilyenek, meg ez a John Wayne, John Wayne kultusz, de hogy alapból szerintem ez egy vakvágány volt az egész filmvilágnak, tehát, hogy még a, nem tudom, nekem volt olyan, hogy egy ilyen kialakulóban volt egy ilyen westernes korszakom, de ott is inkább az olasz vonal volt a jobb. Tehát hogy mondjuk, hogy a Sergio Corbucci az szerintem sokkal érdekesebb volt, mint ezek az amerikai rendezők. Bár lehet, hogy nem láttam eleget, de nekem pont az volt, hogy én egy John Wayne filmet láttam, a True Grit-et, ugye a félszemű, aminek aztán csináltak a Coen tesók is egy remake-et, és az ott is az olyan remake sokkal jobb. Tehát, hogy ez ilyen, nem tudom, ez az eredeti, ilyen cowboy romantika, ez így úgy, ahogy van,
Igen, az amerikai tömegtermelésben azért ez nem egy nagy izé. Tehát, hogy ez kellettek szerintem az olaszok. Na, de hogy akkor térjünk rá a fő kérdésre szerintem, hogy és ez miért Oscar jelölt? Mármint, hogy oké, Hát nem, ezt, na, de ez... Találtunk benne értékelhető momentumokat. Dani engem meggyőzött, hogy voltak benne na. Értékelhető momentumok. Engem nem. Márton nem. De hogy én úgy érzem, hogy ennek meg egy ilyen harmadik kategóriának kéne lennie kb. És hogy azt mondtam a Mártonnak, hogy igen, vannak olyan emberek, akik szeretik a... Hogy mondjam? Ezt nehéz megfogalmazni, úgyhogy senkit ne bántsak meg. De bánts szóval, meg, most miért? Nem szeretnék megbántani senkit. Tehát, hogy vannak olyan emberek, akik szeretnének úgy minőség ilyen megcsinált filmeket nézni, hogy közben nem nehéz és komoly agyi munkát igénylő filmeket szeretnének nézni, és hogy szerintem ez például egy ilyen kategóriába sorolható film. És szerintem ennek kellene egy külön, tehát, hogy ez szerintem nem ugyanaz a kategória, mint az Avatar meg a Hát igen, az biztos. De azt sem mondhatjuk, hogy ugyanaz a kategória, mint a Banshees, meg a mit tudom én, Nyugaton a helyzet változatlan, meg a Triangle of Sadness. Szóval, hogy... De szerintem lehet ugyanaz a kategória, csak az nem. az első három hát a kategóriában akkor nagyon lesz, meg nagyon mondjuk kap a semmit, nyolcadik. Nem. Na de hogy Anita, a kérdéset megválaszolandó, ezt mi már egy korábbi podcastben megválaszoltuk a Danival, ennek az egész kérdésnek a válasza az, hogy Hollywood imádja önmagát, és ez megint arról szól, hogy Hollywood önmagáról csinál egy filmet, jó, és jó, egyébként, jó, egyébként most itt tök vicces, hogy ugye ezt mivel megcsináltuk ezt a podcastet már nem is tudom mikor, de hogy most az IMDb-ben valamikor lapozgattam, és az IMDb is csinált egy ilyen saját galériát, egy Hollywood on Hollywood, amiben begyűjtették ezeket a filmeket, és pontosan ugyanazokról a filmekről van szó, amiket akkor abban az adásban kiveséztünk, csak most bedobták a fejlőmhez, de hogy ugye volt egyszer egy Hollywood, Hail Caesar, a Néma filmes, a Ének az esőben, a Sunset Boulevard. Sunset Boulevard, és hogy igen, és hogy egyszerűen imádják magukat, a Hitchcock imádják magukat nézni, hogy ó, milyen szép történeteket adtunk mi a világnak. Kapjátok be. Jó, de ott van a Babylon, állítólag az is ezt a témát igen, pedzegeti, a nem és ott nem jelentik. Hát ugye jelölték pár kategóriába, de nekem amúgy jó, most ugye nem láttam még a Babylon, de a tél alapján így nekem se, nem húz be egyszerűen. Jó, hát ez már igen, kiderült. Nézzük majd, de hogy így valahogy engem se érdekel. Jó, egyébként meg Spielberget de igen, magáról tehát, azért, igen. És ez, ami nagyon megakadt bennem, ugye, amikor 444-en olvastam ezt a cikket, hogy meg fogja valószínűleg kapni a legjobb rendezést, mert hogyha nem kapja meg, akkor egyszerűen Spielberg munkásságát ignorálják. Ez mondjuk nekem is durva volt ez a mondat leírva, mert miért lenne ez így? Hát figyeld meg, most én tényleg mondjuk úgy nem tudom, 80%-ban mondanám, hogy ez így lesz. Hát szomorú lenne amúgy, de én is érzek. Szomorú Tehát, lesz. Emiatt én is érzek aggodalmat, hogy se a Best Picture, se a legjobb rendezésre és nem érted, kéne, hogy megkapja. És jó, Best Picture-t azt valószínűleg nem fogja, vagy nagyon remélem, hogy nem fogja, de hogy mit akartam mondani? Hogy jöjjön, hogy végig gondoltam, hogy mondjuk Spielbergnek a munkásságát, végignéztem egy kicsit az IMDb-n, hogy mit láttam, meg mit nem, és hát jó, tényleg nem tudom letagadni, hogy mondjuk nekem így általános iskolás koromban így emlékszem, hogy jelentkeztem a izére, még hanyadikosként, negyedikes, vagy nem is tudom, hogy volt, hogy hatodikosként jelentkeztem az AKG-ra, és nem vettek fel, de láttam azt a tévében, hogy a Steven Spielberg az elment az AKG-re a látogatóba. Elmondod nekünk, hogy mi az az AKG? Igen. Alternatív Közgazdasági Gimnázium. Aha. És volt ilyen, hogy ott volt a Spielberg. És akkor úgy voltam, hogy ott a Spielberg, micsoda, hogy hívják, és akkor igazából hogy belegondoltam, hogy akkor mondjuk így még így sok más rendezőt azon a ponton az életem, amit nem tudtam volna mondani. Nekem most, is az egyik első volt, akit így megtanultam. Igen, ez mindenki az első, mert érted most így George azért, Lucas, meg Steven Spielberg. Igen, hogy a gyerekként mi az, ami behúz most, érted? A Csillagok háborúja, az Indiana Jones, a Jurassic Park,
És aztán kicsit, amikor komersztál, ez a cápát, és IT, amúgy IT is ott van. IT, igen, a harmadik típusú találkozások, és ilyen családbarát filmek, és ugye most azért mikor volt ez, talán tavaly előtt talán, vagy már 3 évben, és amikor megnéztük ezt a izét, ezt a Ready Player One-t. Ja, Ready Player One. Igen. És az viszont már én egy rémálomnak éltem meg. Igen. De lehet, hogy a valaki most, mit tudom, vagy amikor kijött, akkor egy 8-10 éves. Neki tök oké volt. Ha? Hát amúgy ezt sokan szeretik, azt a filmet. Viszont az meg dönti az elméletet, hogy ugye egy csomó, tehát ugye a kulturális referenciák, mert ugye az egész arra épül, egy ilyen nagy easter egg orgazmus legyen a nézőknek, hogy azok meg mindizék. Ez mind a mikorosztályunknak szólnak. Tehát ilyen Spawn, meg Mortal Kombat, meg ilyenek, ez a mi világunk. Úgyhogy... Jó, hát azt gondolnám, de aztán meg 20 évesek járnak netzpartikra, 90-es évekre bulizni, amikor még nem is éltek. Szóval... Na jó, hát a jó Ne, nehéz megítélni, hogy ez már egy ki ilyen mint tud nosztalgiázni. Kulturális anomália. De hogy, jó, ezt nem vitatom el tőle, tényleg egy nagyon, nagyon meghatározó alakja az egész hollywoodi filmiparnak, és tényleg csinált olyan filmeket, amik így szerves része az egész filmtörténelmnek. Ettől függetlenül azt tartom, hogy egy víziótlan iparos. És az, Igen. hogy, és az, Nekem hogy az ötlet a film, vagy ő is. Nem, nekem nem azért, nekem az ötlet, hogy ő volt itt a... Nekem még azzal sincs bajom. Még azzal sincs bajom, hogy ő saját magát nagyra tartja. Az, hogy saját magáról készít egy filmet. Ez hogy lehet ezt, igen, ez hogy csinál meg még ki hogyha... Ja. Ki vagyok? Teljesen. Tehát, hogyha még azt mondod, hogy én milyen gyökér vagyok, az is az meg egy álszentség, amúgy, de nem tudom. Tehát, hogy ez egy ilyen végtelen egománi. Hogy egy kicsit jobb ízléssel rendelkező ember. Ja, az biztos, hogy nem a jó ízlésről lesz ismert a film. Ja, néhány dologban nem akarom védeni, meg tényleg kétharmadáig én is azt hiszem, hogy ez egy káosz, ez egy ilyen dögunalom, egy full klisé. De aztán így azt Na, tudom, hogy... háromharmadáig. Háromharmadáig. Én egy kicsit feloldozom a vége miatt. Na inkább, jó, hát. a, inkább az volt az érzésem, hogy az első két harmadban tényleg inputok a gyerekkorából, és aztán az utolsó egy harmadban megpróbálja megmondani, hogy ezekből az inputokból mi jött az ő agyában ki. De ez az, hogy ezt is akartam mondani, hogy akkor azt mondod, hogy itt hogy akkor a film kétharmad az karakterformálás, és akkor a harmadik harmadban meglátjuk, hogy egyébként így a filmes munkásságára meg semmilyen kihatással nem volt. Tehát az, hogy mert most Janita mondta ezt, hogy ez ilyen családi drámák, hogy ez nem annyira erős, de most mondjuk azt így szerintem azt így nehéz relativizálni, hogy most kinek a gyerekkorában mi a dráma, meg mi nem. De hogy ezért, de hogy így látszólag így a hát de film... nem úgy értem, hanem úgy értem, hogy ő rá, tehát hogy nem az, hogy az én gyerekkoromhoz képest, vagy te gyerekkorodhoz képest, hanem hogy azt érzem, hogy ő rá saját magára semmilyen hatással nem volt az, igen, ami történt. Igen, hogy a az film, filmes, semmilyen filmes, van, nem jelent tehát meg. nem borult be, meg izé, meg nem lett Igen. jobb, nem lett rosszabb, vagy semmi. Emiatt az bolhával elefánt, tehát Igen. hogy így megmutatja ezeket, mint ilyen óriási drámákat, de hogy valójában... Nincs konklúziója az egésznek, tehát nem változik az egész... Ő nem lett attól depressziós, hogy neki elváltak a szülei. Vagy hogy ő nem lett attól, mit tudom én... Nem, de olyankor mindig befordult. Meg szomorú, nem, hogy... nem lett attól szomorú, hogy elvesztette a Uncle Benny-t, meg... Hát de ezt megmagyarázom, hogy miért nem? Azért, mert túl önző hozzá, hogy ő most emiatt bárki miatt szomorkodjon, vagy más fele nézzen. Hát jó, de hát akkor meg aztán végképp teljesen fölösleges az egész film, aminek az a címe, hogy ez és ez a családom, és aztán bemutatom a családomat, és aztán igazából bemutatom, hogy valójában na, ezek azok az emberek, akik nem voltak rám semmilyen hatással, viszlát. Nem az, hogy semmi hatással, nem voltak rá hatással, csak nem olyan hatással, hogy bármilyen szinten is megoldja. Nem, hogy megoldja az ő gondjaikat. Elmondja, hogy amikor, látszik rajta, amikor valami rossz ütött be, akkor ő fogta magát, és így bezárkózott. És nem akart se a tesóival beszélni, se izé, akkor vagdosta a kis
szalagalató filmet helyette, nem akart részt venni ezekben a ezekben, rá olyan hatással volt, hogy ő ezekből így szeretett volna kimaradni inkább, és inkább a saját világát építgette. És egy csomó szerintem a művészetben egy csomószor ez van, hogy kívülről jönnek dolgok, amiket nem tudsz feldolgozni, akkor valahogy befordulsz, és belül próbálod meg ezeket kiadni magadból. Nem tudom. Jó, nagyon rossz mely vagyok, én ezt belmagyarázásnak jön meg. Hát. Csak egyszerűen azt nem tudták ezt. De hogy még egy dolgot akartam még megbeszélni a film kapcsán. Judd Hirsch. Hogy? Judd Hirsch, aki ugye a nagymamának a tesója, vagy hogy volt? Igen. Ugye... Ja, igen. Az elhúny nagymamának. Az nagyon, az egy jó karakter volt, az ilyen üdítő pillanat volt. 5 perc screen time sincs, és ezért, és a legjobb jelölést kapott. Mellők szereplő jelölés. Na jó, hát ez nagyon nem. Az nekem azért túl volt játszva. Hát túl volt játszva. Én azt hittem, hogy valami komolyabb szerep lesz ennek a faszinak. Mert ugye én bírom ezt a színészt a Függetlenség napja óta. Gondolom, hogy mindenki megszerette, és tényleg nagyon, nagyon kedves, vagy a kedves szerepei vannak legalábbis, de hogy ezt Oscar, mert ugye, oké, nem lehet időben meghatározni, és mindig erre az aranykér, de... Hogy kik vannak még jelölve mellette, szóval, hogy azért van mellette jelölve, csak a Banshees-ből két olyan ember, aki Banshees-ből jobban megérdemelnék. Van két, van... ugye a Everything Everywhere-ből, és még van valaki, akit nem tudok. Kicsoda. Ja, hát nem fogja megkapni szerintem meg. Itt nyilván az számít, hogy a sztori szempontjából egy fontos szereplő volt, mert ő az, aki kicsit így rendbe tette a fejét a Spielbergnek, meg egy másik irányba terelte, vagy hogy mondjam. Szóval ő az, aki megmutatta neki, hogy hát ő... Jó, de most nem éreztem itt akkor a színészi játékot. Tehát nem, most a színészi játék, én sem. Egyetértek. Nem fontos volt dramaturgiai szempontból az, hogy ő megjelent, az rendben van, csak hogy Oscar ne kapjon már érte. Hát igen, szerintem se kapjon meg, de nem azért ne kapjon meg 5 perc volt, hanem azért ne kapjon, mert nem volt olyan jó, igen. Igen, jó. Na, hát csak ezt még ki akartam még adni. Ja, jó. Hát nem tudom, én mondjuk rég bosszankodtam annyira filmen, tehát, hogy... Ezzel még az már tontál, most már... Jó, nem, tényleg Avataron is bosszankodtam, a Ezen is... Nem, haragudtál. Nem, Top Gun 2 nem bosszankodtam egyébként, tehát, hogy az mondjuk ez tényleg, az pláne, hogy így az egy után néztük, az még nekem egy ilyen izé volt, még egy ilyen... Igen, egy mondjuk, ha ezt a két filmet összevettem, akkor én is a Top Gun-t ezerszer inkább újra nézném. Hát mondjuk, hogyha muszáj, akkor egyiket se, de Top Gun mondjuk nem akar sokat mondani, a Fábelman család legalább mond valamit, nem mond, szerintem érdekeseket mond. Szerintem nem mond semmit, de engem nem győztél, sajnos. Jó. Nem mindegy, hát ha valakit, és ti mit gondoltatok ezekről a filmekről, hát akinek igen, azért mondtunk szépeket mindegyikről. Ti mit gondoltatok a filmekről, írjátok meg nekünk a komment szekcióban, és egyéb meglátásokat is, meghallásokat is szívesen fogadunk. Ez voltunk mára, a jövő héten még nem tudom, mivel folytatjuk, mert most már az Oscaros listában nekünk csak két film hiányzik, a Tár és a Women Talking, de azokat március 10-től adják Norvégiában, de valószínűleg megnézünk még valami más Oscar-jelölt filmet is addig, és azt kitárgyalhatjuk. Ja, ne, azért nem, persze, a nyugaton a helyzet változatlan, Dani. Jövő hétre? Jövő hét. Nekem jó lehet. Háborúba lépünk, nyugaton a helyzet változatlan, meg még esetleg egyéb filmek is. Köszönjük a... Meg a Bálnát megnézhetünk. Jó, de ezt majd. Azt még nem fogják adni addig nekünk. Jó. Oké. Jó van. Sziasztok! Sziasztok! Hello!